Völner Pál politikai ellenfele lejáratásához kért bizalmas adatokat Sadő Györgytől, derül ki a 24 pontú által megismert nyomozati anyagokból. A Blikk által közölt hangfelvételen pedig Sadő György a Spanyolországi Luxus Apartmanjáról dicsekedett egyik barátjának. A csendes kis település Komárom Esztergom vármegye kettes számú választókerületébe tartozik. A Sadl Völner ügy legfrissebb a 24.hu által megismert nyomozati anyaga pedig egészen az áprilisi választásokat megelőző időszakig, és eddig a vármegyéig nyúlik vissza. A lehallgatott telefonbeszélgetések szerint ugyanis Völner Pál arra készült, hogy a jobbikos Nunkovics Tiborral kell majd megmérkőzni a választásokkor. Így a volt államtitkár azzal próbálta volna hiteltelené tenni és lejáratni a korábban a kilakoltatások ellen érvelő jobbikos politikust, hogy Nunkovics regisztrált a végrehajtói karáltal működtetett árverési rendszerbe, így végső soron kilakoltatásokban is közreműködhet. A 24.hu által feltárt nyomozati anyagból kiderült Sadültől származott az információ, hogy Nunkovics regisztrált az árverési rendszerbe. Az államtitkár mindezek után megköszönte a segítségét, aki annyit válaszolt, ne viccelj, ez természetes. A választási kampányban és a kampány előtt kaptam olyan füleseket, hogy próbálják megtalálni a gyenge pontomat. Erről az ügyről azonban csak most a sajtóból értesült és meglepte a jobbikos politikust. Az ügy ugyanis nem került elő a kampányban, vélhetően azért, mert mert a jobbi képviselője nem vett részt ingatlan árverésen. Völner Pállal korábban nem beszélt, csak köszönő viszonyban voltak. Nem, mert nem árverésre regisztráltam. Tehát, hogy itt, ahogy az előbb is mondtam, hogy itt nem az történt, hogy én ingatlant szerettem volna vásárolni árverésen, hanem nekünk volt egy feljelentésünk, amit nem hajtott végre az a szervezet, aki ellen jogerősen ugye megnyertük a pert, és ezért nekünk végrehajtásra kellett mennünk.